Ismét diákokkal és gyerekzsivajjal teltek meg a folyosók a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, rövidebb nevén Széchenyi István Általános Iskolában. A tanulók lelkesen mesélték diáktársaiknak nyári élményeiket, és még a tanóráknak is örültek. Így látni újra az osztálytársakat, az jó, meg úgy közeledik a felvételi is, az úgy izgalmas. Steiner Krisztián, az iskola igazgatója azt mondja, mindenre felkészültek, arra is, ha valamely tagozaton át kell állni digitális oktatásra a járvány miatt, de nem ez a céljuk. Örültük annak, hogy újra együtt volt az iskola, és szülőkkel, hozzátartozókkal is találkozhattunk. Tehát cél, hogy jelenléti oktatással indítsuk a tanévet, és vegyük is végig. 500 fő környéki létszámmal kezdtük meg a tanévet, illetve még a gimnáziumban is vannak, közel 70-en. A nagy örömünkre szolgál, hogy 3 osztállyal indultunk el első évfolyamon is, mindegyik ilyen 20 fő környéki, tehát én azt gondolom, hogy ideális körülményeket tudunk biztosítani a gyerekeknek. B-terv az akkor lesz, hogyha erre kapunk rendelkezést, utasítást. Én azt gondolom, hogy az átoltottság a pedagógusok és a diákság körében megfelelő védelmet ad, tehát még A-helyzetként arra készülünk, hogy végigvisszük a tanévet, és reményeink szerint a B-helyzet az nem, vagy csak egyre később következik be. Iskolai oltópont voltunk, ez azt jelenti, hogy aki itt az iskolai tanulók közül jelentkezett, az az iskolában kaphatta meg az oltást, valamint a környező iskolákból is lehetőség volt arra, hogy itt megkapják az oltást. Több mint 10 tanuló volt az, aki élt ezzel a lehetőséggel. Ez talán kicsinek tűnik ez a szám, de elmondható, hogy nagyon sokan már korábban a nyár folyamán regisztráltak 12 év felett, és ők az oltópontokon már megkapták. Mindenképpen változás, hogy megújult környezetben várjuk a tanulókat. Nyilván a nyári időszakban megtörténtek a karbantartási munkálatok, termeket festettünk, a művészetoktatásban a tantermek megújultak, linoleum borítást kapott néhány terem, és aminek nagyon örülünk, hogy az önkormányzati, illetve pályázati forrásból az iskola étterme az megújult, és én azt gondolom, hogy 21. századi körülményeket tudunk biztosítani, és tényleg szemedgyönyörködtető környezetben étkezhetnek a gyerekek. Becsöngettek a Tolna megyei szakképzési centrum, Percelmor Technikum és Kollégiumban is. Ebben az oktatási intézményben kicsit másként indult a tanév a megszokottnál. A diákok takarították a csocsóasztalt, ablakot pucoltak, segítettek a termekbe bepakolni a könyveket. Az intézmény életében ugyanis óriási változás történt. Az iskola új helyre, nem is akármilyen épületbe költözött. Itt aztán tényleg a mi esetünkben azt is elmondhatjuk, hogy ez egy fizikai iskolafoglalás is, hiszen a székhelyünk átkerült a Széchenyi tér 18-ból, a Jókai utca 3-ba. Gyerekbarát, tanulócentrikus környezet kialakítása a cél. Ez azonban időt vesz igénybe, tette hozzá az igazgató. A 10 nap alatt minden tőlük telhetőt megtesznek ennek érdekében. Az intézmény vezetősége úgy véli, ha bevonják a diákokat ebbe a munkába, magukénak fogják azt érezni. 3 emelet, több mint 40 tanterem, 2 sportpálya, modern környezet, felújított mosdók. Ez várja a Monyhádi iskolába járókat jelenleg. Tolna megyei szakképzési centrum oroszlán szerepet vállalt ebbe a felújításba. Először körben ugye a helyi városi önkormányzat energetikai felújítást végzett ezen az épületen, de a belső felújításban viszont a saját fenntartóknak kellett ebben óriási szerepkört vállalnia. Itt több száz milliós beruházásról tudunk beszélni, tehát én csak azt tudom, hogy már a számok az egekét elérték. Mindent önerőből finanszíroztak, tehát ez nem is úgy volt, hogy pályázati forrásból, hanem tényleg a költségvetéséből kellett a centrumnak kigazdálkodni, mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hiszen a villamos hálózat, a vizes blokkok felújítása, az összes tanterem vakolatának felújítása, festése, tehát nagyon-nagyon komoly felújítása próbálta a 21. századi követelményeknek megfelelővé tenni ezt az épületet, amire nagy szükség is volt, azt gondolom, és azt tudom mondani, hogy a székhely intézmény nem véletlenül ez lett, több mint nappali képzésben közel 400 tanulónk van, az esti képzésben meg körülbelül 60 tanuló hozzájön, tehát azért azt mondom, hogy 500 fős tanuló bázis van, akit be kell fogadjon ez az épület, és most azért modern és esztetikus környezetben várhatjuk a tanulókat nap mint nap. A diákok, különösen a gólyák, lelkesen vettek részt a munkálatokban. Az iskolában hatalmas élet zajlik. Építünk arra, ami a hagyomány és a múlt, így a gólyatáborra indítottunk, ahol is a közel
90 tanulót köszöntöttünk, ugye a 9. évfolyamokon itt a játékos csapatépítő feladatokkal ismertetjük meg az évfolyamot a felsősökkel, ott a gólyapásztorok nagy szerepet vállalnak, illetve a tanárok is, hiszen itt az a lényeg, hogy a gyerekek a közösségbe való integrálást lehetőségével megismerkedjenek, és azt gondolom, hogy ezt ki is használták. Ez egy többnapos sorozat volt, és azt gondolom, hogy nagy sikerrel zárult. A gyerekek úgy jöttek el, hogy biztosan tudják, hogy milyen környezetben jönnek, milyen társakkal kezdik meg az iskolaévet. Ez egy stabil kezdés, egy biztos hátteret fog nyújtani nekik a tanulmányaik során is. A tanárok számos izgalmas programmal készültek a gólyáknak. A tábor és a felújítási munkálatok végével pedig megindulhat a szakmai munka, amit mind a tanárok, mind a diákok nagyon várnak már.